Az adai Szentháromság római katolikus templomban Szundyi Károly plébános celebrált szentmisét. Ezt követően a templomkert mellett, a település főterén található Damjanich emlékműnél folytatódott az 1848-49-es Magyar Forradalom és Szabadságharc tiszteletére szervezett megemlékezés. A rendezvényen mondott beszédében Kalmár Ferenc, Magyarország külügyminisztériumának szomszédságfejlesztésért felelős miniszteri biztosa az összefogás fontosságára hívta fel a figyelmet, beleértve a magyar-magyar, illetve az összeurópai összefogást is. Olyan kihívásokkal néz szembe úgy a magyar nemzet, mint Európa is, amelyeket összefogás nélkül nem lehet megoldani. Gondolok itt gazdasági, globális problémákra, kihívásokra, valamint hát mindannyian tudjuk, napi kérdés és napi probléma ez a hatalmas migráció, ami nehezedik Európára és országainkra is, úgy Szerbiára, mint Magyarországra is. Kalmár Ferenc kitért a magyar-szerb viszonyokra is. Szerinte ezek a történelem során hullámzóak voltak, jelenleg viszont nagyon jónak tekinthetők. Abbéli reményének adott hangot, hogy ez az állapot a jövőben is fenntartható lesz. Illés Veronika, a Vajdasági Magyar Szövetség adai községi szervezetének alelnöke, az 1848-49-es események meghatározó momentumait idézte fel beszédében. Nagyon fontos üzenete van az adaiak számára. Tiszteljük és becsüljük felmenőinket, és tiszteljük az ő kitartásukat, harcukat, a haza bölcseit pedig kövessük és nézzünk fel rájuk. A rendezvény zárásaként az egybegyűltek elhelyezték az emlékezés virágait, majd közösen elénekelték a szózatot.